A Fejér megye bajnoka címért vasárnap a szénatéri sportcsarnokban mérkőztek a csapatok. A kispályás tornát már harmadik alkalommal rendezte meg az MLS Fejér megyei igazgatósága. Újvárosban is és Székesfehérváron is van külön bajnokság, és az volt a cél, hogy a két külön bajnokságból találjuk meg, hogy ki az igazán jó, és elképzelésünk az volt, hogy rotációban egyszer Dunajvárosban, egyszer Székesfehérváron tudjuk megrendezni. Dunajvárosban kezdtünk, két éve Székesfehérváron volt ugyanebben a csarnokban, tavaly a Covid miatt nem tudtuk megrendezni, és most is ismét itt vagyunk. A mérkőzések reggel kezdődtek és kora délutánig tartottak. A tornán két dunaújvárosi és három fehérvári csapat vett részt. Székesfehérváron a városi kispályás labdarúgásnak komoly hagyományai vannak. Az elmúlt években a MLS-szel közösen egy kicsit professzionálisabb szintre emeltük. Most jelenleg három osztályban zajlanak a küzdelmek. Napról napra mintegy 900 ezer fő közötti sportoló játszik rendszeresen, ami azt gondolom egy komoly teljesítmény. És négy évvel ezelőtt pedig gondoltuk, hogy miután Fehérváron és Dunaújvárosban is nagyon magas szintű liga zajlik, hogy akkor a két város legjobb csapatait pedig egy torna keretében mérettessük meg. A tornán harmadik helyen a Fejó csapata végzett, második lett az Expanzió, a legjobbnak pedig a fehérvári Bádogos csapata bizonyult, amely 8-szor nyert már városi bajnokságot, és most másodszor lett Fejér megye bajnoka. A játékosok 4-ből 4 mérkőzést nyertek a nap során. Horváth László tulajdonos és csapatvezető szerint ez részben az ellenfeleknek is köszönhető. Olyan simára tették a göröngyös utunkat, ledöngölték, hogy míg egymással foglalkoztak, nekünk lehetőséget biztosítottak, hogy saját magunknak tegyük azt, amit szerettünk volna, hogy megnyerjük a mérkőzéseket, és ebbe hozzájárultak az ő döntetlennyivel, egy keresztbe vert vereségükkel. Külön díjakat is átadtak a rendezvényen, megválasztották a legjobb kapust, csapatvezetőt, és Fejér megye válogatottjába is bekerültek a legjobb játékosok.